Na szavaztok, te sokáig Csácsóbi csörtésztva, Húgyos József alias Kalapár József ér, indul itt a melóba. Figyeljetek még itt össze, vagy összekére szedni egy-két dolgot. Meg kell nézni, ugye most az van, hogy gyártjuk a felszerelést. Ventilátor biztos nem kell, antenna biztos nem kell a izébe. A számológépbe gondolom én, így is furmányos foly. Az a lényeg, hogy akkor rájöttem, hogy itt egy kicsit sok a izé. Ki lehet baszni a tranzisztorokat, vagy mit tudom én? Ja, kukába lehet, jó van. Na, nézzük. Nyákot és tranzisztort szereztünk. Mikroprocesszor kell, elem, műanyagdoboz, nyomógomb és mini kijelző. Ezek kellenek, gyerekek. Úgyhogy ezeket itt össze kéne kapni. Na, ez itt mi van? Itt mi található esetleg? Nem semmi se, vagy mi van? Ezen a pulcon semmi nincsen? Érdekes. Ja, másik oldalt van csak. Itt mi ez? Műanyag doboz kell és elem is kell, akkor ebből ötöt. 2, 3, 4. Dolgozunk már a gyerekek, nem tudom, mennyire vagytok képbe. Most éppen az megy. Ebből is visszük párat. Figyeljétek, azt akarsz, hogy csinálni, hogy akkor itt gyártunk pár olyat is, ami annyira nem... Na, itt mi van? Mik vannak itt? Tök jó meg vagy csinálni. Ellenállás nyomógom. A nyomógom nem köllött? Várjál. Valami olyan is mi köllött, nem igaz? Nyomógomb, ellenállás az nem kell, jó, nehéz kell. Jó, meg fér. Nyomógombból veszünk egy pár darabot. Hármat. Menjünk azért, mert úgy látom fér. És akkor tudni fogjuk, mi hangszórót is lehet, figyelj, mi ez? Kondenzátor nem kell, hangszóró nem kell. Mikroprocesszor az össze, vagy kellett, ugye? Mi az anyád? Adó, hülye vagy, bazd, csak fúzzák itt a pénzt a szegény emberről 380-an mondjuk. Az kell-e? Kell-e mind a kettő, mini kijelző is kell. És akkor... Na. Mindig odébb van szorok. Jó van, oké. Még valami köl le, vagy nem? Elvileg nem jelzi, hogy mi van meg. Elvileg megvan minden, ugye? Megvan minden. Húzzuk a túros rétesbe, mondjuk. Aztán akkor ez jó lesz nekünk. Várjatok, izért kellett volna még minden műanyag doboz, mert abban azt mondom, hogy egyik kevesebb előittem. Abban nem ötöt, hanem négyed. Vagy nem négyed, hanem harmad. Na, azt mondom, most át kell menni a másik helyiségbe, és passza, én kilopom a szemüket ezeknek, gyerekek. Illapom a szemükkel. De ez nagyon jó az a meló. Mert ugye ezt itt elve tudod csinálni. Nem kell futkosni össze-vissza. Figyelj, haver! Szép az Audi, hogy rohagy meg. Mi az 8-as? A8-ast? De szép felnék vannak. Hát ilyen nekem sose lesz. A8L. Ráadásul beszarok. 6 literes verzió. Na, menjünk dolgozni. Na figyeljetek, ez csávó az még mindig itt hídrezik. Hello, haver. Csettegteted a csettegtetőt? Na, elvileg ide be kell állni, és akkor itt tudom én ezt összerakni. Azt mondja, hogy elkészít. Egy darabot eddig csinál? Most akkor mi lesz addig? Vlogolni kell egyet. Vlogolni kell. Ez egy darab volt? Ne szórakozzál. Hol van a számológia? Hova tetted? Vagy valami? Ott... Hol van? Ott van a... Jó, és ezt el lehet adni? Mert akkor lopom el, nem adom le. Mennyit ér? Tényleg. Mindegy, gyerekek, akkor az lesz, hogy akkor nem tudom, beszélgessünk bele, miről. Milyen az idő nálatok? Nálunk nem rossz. Honnan lehetne pénzt csinálni? Most itt, ha már itt beszélgethetünk, akkor írjátok meg, hogy honnan lehetne nagy lóvét csinálni ebbe a CMT-be. Ez a munka, ez már nem fekszik nekem, ez rengeteg időt kell itt belefektetni. Meg kell nyomni ezt a gombot. Néhány számológépet, figyeljétek, néhány számológépet. Ez lehet használni a számológépet? Mert akkor néhányat ellopok. Ha is nincs már többi alkatrészünk? Igen, mi hiányzik? Ez hiányzik. Ja, hát akkor csináltam már hányat? Csináltam 4-et. Ezt lehet júzolni, vagy tudom én? Semmi? Csak megnézed? Na várjál, akkor menjünk a túróba. Elment innen a kidobó gyerek.
Valkitoki tápecsi szabológép. Hopsz, oda fel is rakta, jól van. Jól van, gyerekek, jól van. Akkor mehetek tovább, ugye? És ilyenkor nem kapok érte pénzt, csak ha megcsinálom az összeset. Na már nyitott. Gyerekek, lehet, hogy tök jól ad, nem? Lehet, hogy tök jól ad. Na, ide, itt, ide, oda kell futkosni. Jason Kevin bejelöltek. Hol jelöltél be? Valaki írta. Azért azt sem tudom, hol vagyok. Na akkor ugye... Kicsit okosan csináljuk. Na figyeljetek! Nem lehet rendezni itt azért az inventory-t, mert annak tudnék örülni. Na mindegy, nyákot vigyünk. Mondjuk akkor 5-5 mindenből, jó? Vagy 2, 4, 5, 6 van most ebből. És akkor mindenből, ami kell. Most már azért vágom, hogy mi kell, meg mi nem. Hát ennyire vágom. Ennyire vágom, te sokáim. Na, elemosz kell, akkor ebből is ötöt. Hát. Műanyag dobozból öt. Oké. Okay. Kondenzátorból kell, ugye? Nem, nem, kordiból nem kell. Várja. Nyomógomból kell öt. Az a baj, az inventory kicsi. Itt csak annyi probléma van. Minden fasz pittyeg minden, hagyjál már. De csúgya vagyok, így ilyen argyékus a fejem. Nem mint hogy alapban nem. Oké, okay, oké. Okay. És akkor szerintem megvan minden megint. Aha, akkor 5 darabot le tudok gyártani. Futás! És akkor utána már csak 6 darabot kell legyártam, és megvan a meló. Hát nem 6 darabot fogok legyárni még, hanem mondjuk egy 10-et, és akkor ellopom, aztán megpróbálom. Számológépet megpróbálok kizéli, eladni. Csóró gyerekeknek. Itt ez nekem szimpatikus, szimpatikus. Na. Egyébként ez egy jó megoldás. Ja, akkor igen, egy párat csinálunk pluszba, és akkor próbáljuk elsózni. Van olyan rádió, elemlámpa, és vannak különböző kategóriák még. Ez a kraftolás, ez nem semmi basszus, hogy még ilyet is beraktak ebbe a játékba, ilyetetlen. Túl sok ilyet vettem fel, ugye, tranzisztort a legelején. Minden jó borostás vagyok. Ez egy hetes borostú. Régebben mindig vagytam rá, hogy jó, legyen nekem borostám meg, hogy jó arcörzetem, mert ugye a... Még amikor kicsi csávú voltam, akkor lebb volt. Szóval most meg inkább nyűg. De egyébként én azt csinálom, azt tudjátok, nem durabb, most ez nagyon illeszkedik a témához, hogy soha nem szoktam meg valamit fákozni, hanem mindig levágom így rövidebbre, mert nem tudom, az olyan férfias, hogy van egy kis szőre az embernek. Na jó, oké. Okay. És akkor négyet megcsinálom, most vagyunk 9-nél, ugye? Na akkor még elvileg 6 darab kell, de annál többet, mert akkor megpróbálunk eladni egyet valami jó szituált emberkének. Ugye akkor mindenből most 7 darab kellene. Mert nem fog beférni szerintem az invibe. Az invibe, megnézzük. Hűhű, ez ebből kirűlőre van egy csomó. Na. Nyálkasz köl. 3, 4, 5, 6, 7. Megnézzük, mennyibe tudjuk ezt elnyomni. Aztán, hogyha el tudjuk nyomni faszányosan, akkor király. Itt ott is van ventilátor, meg a izaja. Ebből mind a kettő kell. 7 darab kell, ugye? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Figyelj, mindig odébb megy. Most már nem. Nem tudom, hányra tartok. 4, 5, 6, 7.
Remélem nem fogják kivenni a zsebemből, hogy kifelé ellopod a cuccokat. Kondi nem kell. Nyomogom kell. 7. Három. Négy. Öt. Hat. Hét. Jó, és akkor még innen van ez. És nem fog beférni. Hét. Az a baj, ebből a tranzisztorban rohadtság van. Abból van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mindegy, semmiképpen nem jön ki, úgyhogy vissza kell még jönnöm egyszer. De én akarok lopni, ne arra úgy jutszok, eskü. Jó. Ezt megcsinálom, azt akkor jövök vissza. Bocs, gyerekek, ilyen meló dolg. Dolgozni kell. Hát az előző részben, hogy megvágtok, az vicces volt. 15 darabot megcsinál, kíváncsi vagyok, mennyit fogok keresni vele. Hát remélem, hogy valami pénzecske azért be fog ugrani. Úgyhogy ez a gyári munka is baróra meg van csinálva. Na, hú, van az egerem, more. Néha átmegy az OBS-re is, azt ott nyomok valami egy-két dolgot, felvétel, leállítás, ilyesmi. Azok mit csinálják? Hágásztó állomások, vagy forrasztó állomások? Szóval elvileg most csak kettőt fogok tudni megcsinálni. Jó, és akkor spurivar. Na várja, mennyi van? Oké. Na még akkor, kettő, igen, hát annyi a lényeg, hogy annyit meg kell csinálnom. Gyerekek, nincsen izé, nyitva valami verda. A kurva élet, basszom, meg nyitva van. Csak kár, hogy sokat nem megyek vele. Pont akkor van nyitva azért. Na, mint egy kuka. Ez egy hasznos dolog. Nem tudnám dobni ugye a dolgokat. Egy-kettő, ebből dobok el. Kettő. Nincs olyan, hogy rendezni, mit tudom, elrendezni ezeket a dolgokat. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 van, és mindenből... Szober, hey, tesókám, az agyád úristen itt, hát most... Szava tesó! Hát a csinos vagy, hát mindenki a kaposorú cigány gyerek ebben a játékban. Na mit akarsz, Moré? Pofod? Így ebben a pofobába. Mit is vagy, ugye? Na, akkor jöjjünk. Jól látod, Moré? És most akkor kunyermájunk. Nincs egy kicsi apró, megvágtak a rendőrök. Nincs egy kis apró, megvág. Gyerekek, egyből tarhálás, figyelj. Minusz 560 van meg, ubaré. Ubaré. Ó, Moré, te se állsz akkor túl jó. Nem, hogy tőlem akarja pénzt kérni, mert az olyan, mintha a kezemet vágnák le. Ha én nekem pénzt kéne adnom. Na gyerek, megyek dolgozni, figyeljé. Hát nem. Hol kezdeni a munkát? Azt kérdezi csávó. Munkát itt kell kezdeni. Ott kell gyerek.
Ez egy tipikus kéreget. Na jó vagy csávú, de nem érek ére erre rá. Nincsen pénzed, hát ingyen nincsen semmi se, főleg nem az információ, az a legdrágább. Na jó van, ennyi. Menjünk, akkor ugye izé kell nekem, ez a tranzisztor, meg azt hiszem, hogy ez a kettő hiányzik. Jól emlékszem. Aha. Ilyen is 5 darab kell mindenből. 5, és akkor a mini kijelzőből. És akkor meg van minden? Mindenből 5 darab van? Hát remélem. Elvileg mindenből 5 darab van, és akkor egyre többet csinálunk, mint amennyi kell. Ami nekem jó lesz. Jó van. Menjünk, azt megpróbáljuk. De miért ezt nyomod, hülye keeper? Mindig az annyira rá vagyok izgulva, hogy eszkre. Na Dan Thomas, vedd fel a cuccokat, én most húzok innen el. Jó, hogy nem a munkába én segítsek, ne szórakozz el. Tipikus kéreget írt, hogy sávó. Kéreket. Hát már miért ne? Hát ez a szerepem. De én többet gyerekek, most mondom meg, én többet nem fogok dolgozni, mert oké, hogy nem olyan nagyon-nagyon megerőltető, de hát ez teljesen az elveimnek ellentmond. Hát édesanyám látná meg édesapám, hogy én mit dolgozok, egy gyárba dolgozok, hát kitagadnának. Ó, de... Ez őrület. És elvileg most egy számológéppen megmaradt pluszba, amit megpróbálunk eladni majd. Előre kéne dolgozni, nem igaz? Tényleg valakivel kéne dolgoztatni, és akkor a számológépeket levenni tőle, és akkor én azt csak leadnám, mint hogy kész a meló, és akkor én meg kapnám a pénzt, na? Mit szóltak? Ez valami 5 darab, ugye? Annyi a jöze. Igen, és ez lesz az utolsó. Uh-huh. 1, 2, 3, 4. Remélem megmarad egy. Nem vagyok benne biztos most már. De megmarad egy, ugye, mert 6 kellett. Most meg 5-öt csináltunk. Ez 5 meg 2-t. Jó, és akkor most leadhatom. És 1030 pénzt kaptam ezért. És megmaradt egy számom. Ennyiért? Ezért a munkáért? Hogy rohagy meg? Gyári munkát felejtsetek el gyerekek, semmilyen körülmények között ne csináljátok be ezzel. De ez, figyeljetek, nyitva volt a Verdának az ajtaja. Ott Sanyi. Nincs kulcsod a járműhöz. Kár. Hát akkor csak melegedni lehet benne, meg rádiót hallgatni, mi? Kár, pedig ezt elloptam volna. Hoppa, itt az Audi-s gyereke. Hű. Gondolják, hogy te mit művelek? Gyerekek, nem vagy... Hűj. Szabasz, tesó. Nem vagyok boldog. Esküszöm, nem vagyok boldog. Mindjárt megyek egyet kocsmázok, vagy valamit lenyugtatom magam, mert ez nem volt egy nagy üzlet, szerintem. Övet, bekötjük mind a jó gyerekek. Most iszunk erre egyet. Vagy pedig menjünk a lottozóba. Szerencsejáték. Szerencsejáték, abból lesz nekem a nagy pénz. Figyeljetek, elkötjük a pénzt azért, mit tudom én. Lottózó, itt a lottózó, jó van. Ide válunk. Egy nap végére ezt megoldjuk. Kiszállás előtt kapcsolat ki a biztonságében. Még szerencse, hogy nem egy kis polszki vagyok, fölvenném a hátamra, mint a hátizsákot. Pár körködni kell, igen. Szevasztok, csajok! Jó a csecsed, még mindig. Na. Nem tudom, valamit kéne, meg kéne gyerekek játszani, hogy valami nagy pénz beüssön. Nem sokat gyerekek, 500 ilyen. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Gyerekek, ez lesz, és hogyha ebből 500-at tettünk fel, és legalább annyit kell nyernünk, ha nem nyerünk, akkor
Nem fog ez után érdekelni ez a dolog, de most ezt meg kell próbálnom, mert én a munkával nem bírok megélni. Nem bírok megélni. Gyerekek, szurkoljatok marhára. Ez meg Angliában volt az ajtó. Na, marhára szurkoljatok. $5, hogy rohagy meg, és nem is nyert. Ez se gyert. Jó, most már tényleg kezdek depilerni. Ó, $100. És nem nyert. Ne, szórakozzatok, hallod? $20. $20 is nem nyert. Jó, ez nagyon, nagyon bunda. Ki $20. És nem nyert. $100. Nem nyert. Jó, $5 is nyert. Menj a francba. $5. És nem nyert. $20. Nem nyert. Ó, gyerekek! Menjünk tarhálni. Menjünk tarhálni. Menjünk tarhálni, mert baj van. És ez nem nyert egy is se. Jól sejtem. Mindjárt, azért meg... Ja, volt egy, ugye? $5 nyertünk 500-ból. Ész a francba. Gyerekek, nagyon le vagyok égve. Valami pénzt kell. Valami pénzt kell szerezni. Tarhálásból vagy valamiben. Ezt meg mindig bezárom. Ez egy őrület. Ez egy őrület. Valami lóvét kell szerezni. Nagyon gyorsan. Ott van egy kocsi, ott egy kocsi, gyerekek. Ott egy kocsi. Kocsi, bebe. Figyelj. Báluk elé, hogy ne nagyon tudja remélni, figyelj. Így. Csomagtartóval turkáljunk egyet. Nagyon, most nagyon rákészülünk, figyeljetek. Kérem, hogy én retteltesen sírok, és jajgatok, mert a rendőrök megbüntették. Jeffrey Gray retteltesen sír és jajgat. Üdvözlöm, uram! Üdvözlöm, uram! A rendőrök megbüntettek. A határon. Nincs pénzem a családomnak. Nincs pénzem kajára sem. Elkezdi, maga jött át előtte a határon, de ezek szerint mégsem jött át. $200 adott. Köszönöm, uram. Isten áldjon meg. Isten áldja meg, uram. Ez jó, el is tűnt. Ez jó. Hú, király csávó volt ez, baráj. Az meg mi a döglött támadva ott a vizét? Gyerekek, most őszintén dolgozni éri meg, vagy kugyárbárik? Kugyárbárik, figyelj, de haver. Az öreg halász NPC megdobta egy kicsit a izé csávó. Vagy mit lehet ezzel csinálni, more? Semmit. Milyen fasz? Ezt meg lehet venni házat? Ennyibe fáj. Ó, hát ez kocsma. Adj egy italt! Adj egy italt, nem csak... Nincs pénzem kajára, azt jövök izéni, mi? Figyelj, WC-be is lehet menni.
Szevasz, adjál egy piát, mocskos. Nincs-e valami ital? Sör. Gyerekek. Na, pálinka. Adjál pálinkát sokat. Van meg a mindentyűzött a mennyiséget. Hú, 12 darab sok lesz. 5 pálinkát. Megiszom az 5 pálinkát, aztán rohagy meg. Beküldök egy pálinkát, gyerekek, ha nem baj. Ez üt, még egy, na húzzál még egyetre. Csak 5 másodpercenként használhatod ezt a tárgyat. Na várjál, járjon már le. Le van járva 5 másodperc. Az igen. Írod valamit. Gyerekek, rászokunk a piára! Nem lehet ezt így kibírni. Jaj. Ó, tesókám vissza! Ez másik? Ez ugyanaz, nem? Eléggé homályosan látok. Benyúlok a csomagtartóba, köcsög legyek? Jó van, ennyünk egyet. Ó, itt a havere. Szavasz, tesó. Kapott ételt? Igen. Várjál, kiszállok hozzám. Kapott ételt? Igen. Sokkal jobb. Aranyos a családodra, tesókám. Mosolyog. Szépek, pályog, basztomá. Az igen. Hello, jó ide, nagyon csúnya vagy te. Mi az? Michael Junior. Szóval tesó. Én mindig be akarok szárni, nem akarok beszárni. Szóval tesó. Sukár az inger. Szóval tesókám, sukár az inger. Figyelj, elmegy a csáva, turhál, vagy ez tarhálunk ettől is. Itt lakik a közelben? Figyelj, elment a gyerek még, nem? Igen. Igen, köszi! Junior, na. Most elment a gyerek, most lehet tarhálni ettől is. Dolgozni megyek. Na, most jöhet a tarha. Én is odaindultam. Sír. Nem így. Sír keservesen. De. Miért sír? A rendőrök megbüntettek a határon. Mert nem volt. Egészségügyi. Mert nem volt egészségügyi csomagom. Hát hogyan él meg így az én családom? Hát hogyan adjak így? Enni a családomnak? Szegény pulyák! Szegény pulyák éheznek! Tesókám, egy kis pénzt adjál, ez a téma. Szegény csávot vidd. Na, adjál lobbit, more, az agyádat. Ne szorakozzál. Nem mindegy. 1008-ra megbüntettek.
Mert gyárba, 1008-ra megbüntetlek, a gyárba melózok, kapok 1000-et. Ez az igazságtalanság. Rettenetesen sír. Megvágnak, a gyárban melózó kapok 1000-et. Ez az igazságtalanság, rettenetesen sír. Na figyelj! Öj! Szegény izé. Csávóvá, szerintem. Oj, oj. Adja 800-ot. Adja 800-ot, tesókám. Na mindegy. Még megyek éjszakai műszakra. Na mindegy, dupla műszaka semmiért. Szevasz, tesókám. Na még egyszer, még egy sírás. Most nagyon-nagyon sír. Mert nem kell dolgozni, ilyen az élet. Hát az anyád úristen itt, hát ennyi idő alatt, éj, te. Á, nem viszlek, ne szórakozzál, hülye. Nem adott pénzt. Nem adott pénzt a gyerek! Hogy az nem fárt faszát, bemutatok tovább, menjél innen. Komolyan mondom, már ezek az emberek már nem a régiek, hát nem adnak nekem lóvét. Valamit kéne csalni, lopni, betörni, vagy valamit csinálni, mert itt ez nagyon nem jó lesz. Megyek vissza a városba. Kivel lesznek megint a rendőrök, megőrülök, hallod? Szígy a csapok közöttük, elővöd le, és kilövöm a szemét. Menjünk. Menjünk, azt talán nem lesznek kéne járdok megint. Kihúzatjuk a ladát, oda nézzi, 160-na, hallod? 163 a lada, 164 a lada. Mit csináltál? Jaj! Majdnem küldtem az oszlopot. Ho! Ho! Megbokrosodtak a lovak. Nincsen trafipax, ugye? Remélem jó felé megyek egyáltalán. Nem ám összetöröm a zsigát, mert akkor meg még arra is fizethetek. Hát itt megélni rosszabb, mint falun gyerekek. Te mentem volna füvet nyírni. 164 a vége. Csodálatos. Csodálatos. Jaj! Mi a fasz van itt? Valamit ki kell találni gyerekek, hogy izé, hogy pénzhez jussunk. Ez így nem kóser. Nagyon megy a vér, de nagyon megy. 164 be van állva. Éppen vagyunk a városba. Szóval itt van való trafi. Lassan. A járdok itt lesznek, nem megyek be, bazze. Menjünk szemügy. Kösz. 60-as tábla volt itt, hallod? De minek? Még mindig kim vannak a járdok, hogy rohadjatok el. Na, megyek gyalog. Figyeljél, more. Megoldja a keeper a problémát. Tehát lehet menni gyalog? Elbúznyákok, mi? Na jó van gyerekek, elbúcsúzok szerintem. Figyelj itt a kis Zsolt. Az előbb ez itt volt a csávó, hallod? Ez BMW-en van. Hogy rohagyj meg? Na, szerintem ennyi volt. Ott a trafi bazabben, figyeled? Hihetetlen. Na, köszönöm szépen a figyelmet. Ahogy váljatok. Kaszásákos. Szóval tesó, na mindjárt. Szokok, megint. Figyelj. Szóval tesó. Csávó kírja, tudsz adni képen egy kis pénzt? Te nem lehet így írni, csávó. Ez a sákos.
Na jó van, kiléptem. Sajnos le vagyok égve. More. Ki az a kip? Hozzám beszél? Figyelj, ott is egy csávó. Attól lehet, hogy lehet tarhálni. Tarhálni kell, gyerekek! Figyeljetek, ne csináljátok ezt így. Onnan nézzél. Gangster. Ó, de sukár cigár gyerek vagy te is. Mindenki ezt a karakter választja. Na, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek srácok. Vigyázzatok magatokra, következő részen érkezem majd. Jók legyetek tényleg. Szavaztok!